Gyakorlatilag eltűnt a forgalom az Áhonyi magyar-ukrán határátkelőnél, mindössze néhány kamion várakozik kilépésre a nekik kijelölt sávban. Ez a magyar pár már órák óta vár egy arra haladó személyautóra, hogy stopposként átvigyék őket a határ ukrán oldalára, azonban eddig még nem jártak sikerrel. Azt mondták, legfeljebb a kiszolgáló épületekig mentek az autók, Ukrajnába még senki sem akart átmenni a magyar oldalról. A még stábunk a helyszínen tartózkodott, egyetlen autó sem lépett át Ukrajnából a magyar oldalra, mindössze néhány kamion kapott belépési engedélyt. Záhony polgármestere az intézkedések kapcsán azt mondta, a határmenti településen nem érzékelhető a változás. Egy-két kis vállalkozó van, aki néhány embert foglalkoztat, ilyen nagy tömegű idénymunkás vagy külföldi munkavállaló nem dolgozik Záhonyban. Ez jellemzően inkább Kisvárdára mennek, a Baromfiban vagy esetleg a Csigagyárban dolgozhatnak kárpátaljai vendégmunkások. Rengeteg olyan család való, a szülők még kint élnek, a gyerekek már itt Magyarországon, igen, problémás az átjutás. Most a határnyitás óta volt, amikor 10 órát is kellett sorban állni, hogy átjussanak egyik oldalról a másikra. Most magyar útlevéllel, magyar állampolgársággal ugyan utazhatnak még vissza Magyarországra, azokkal lesz gond, vagy azoknak lesz gondja az utazással, akiknek nincs magyar útlevelük. A rendelkezés alapján a zöld jelzési országokból érkezőket csak szúrópróbaszerűen tesztelik, a sárga jelzést kapott országokból érkezőket kivétel nélkül tesztelik. Más szabályok vonatkoznak a magyar állampolgárokra és más a külföldi állampolgárokra, ha sárga vagy piros jelzéssel ellátott országokból érkeznek. Ha a magyar állampolgár érkezik ezekről a területekről, akkor egészségügyi vizsgálat szükséges a határon, ha a fertőzés gyanúja áll fenn, akkor 14 napos karanténba kell vonulni. Ha a koronavírus teszt után nem igazolt a fertőzés gyanúja, akkor is karanténba kell vonulni, kivétel ez alól, ha a határátlépést megelőző 5 napban 48 óra különbséggel 2 koronavírus tesztet már elvégeztek az illetőn, és hitelt érdemlően tudja bizonyítani, hogy mindkettő negatív lett. Ha valakinek nincsenek ilyen tesztjei, a karantén ideje alatt is elvégeztetheti őket, amennyiben sárga jelzésű országból érkezett, az első negatív teszt után már nem kell karanténban lennie, de amennyiben piros országból érkezett, úgy szükség van a második negatív koronavírus tesztre is a karantén felfüggesztéséhez. Külföldi állampolgárok esetén a szabályok a sárga országokból érkezőknél megegyeznek a magyar állampolgárokra vonatkozókkal, de a vörös országokból érkező külföldiek nem léphetik át az országhatárt.